Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Győzelemmel zárta a bajnokságot a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Ősszel az OB2-ben felnőtt csapatot indít majd a nyíregyházi Aquaese. Kültéri kézilabdapályát adtak át Újfehértún, cél az utánpótlás fejlesztése. Az új centrumban készülnek a nyári versenyekre a dobóatléták. Az ötödik helyen zárta a bajnokságot az NB2-ben a Nyírbátori Ase. Győzelemmel zárta a bajnokságot a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A két cápák a szezon utolsó meccsén a Zalaegerszeget fogadták és 73-63-ra verték ellenfelüket. Két már bennmaradó csapat lépett pályára a számukra utolsó meccsen, így nem meglepő, hogy mindkét oldalon többségében azok a játékosok kaptak szerepet, akik korábban kevesebb időt töltöttek a parketten. Az első negyedet a cápák nyerték 5 ponttal, majd a második 10 percben újabb 1 pontot tett hozzá előnyéhez a házigazda. Fordulás után sem változott a játék képe, a Zalaegerszeg próbált közelebb kerülni ellenfeléhez, de a hazaiak rendre válaszolni tudtak a kapott kosarakra. A záró negyed sem hozott változást, így a Nyíregyháza 10 pontos győzelemmel búcsúzott szurkolóitól. Mokánszki Máté 16 perc alatt 12 pontot szerzett a mérkőzésen. Tudtuk, hogy ez a meccs már nem döntő olyan szempontból, hogy bennmaradunk-e vagy sem. Arról döntött, hogy 17. helyet meg tudjuk-e csípni a végén vagy sem. Tudtuk, hogy milyen kerettel fogunk mi is felállni, illetve az Zalaegerszeg is. Ennek fényében szerintem mindenki kivette a részét a saját posztján és perceiben, hogy hozzájáruljon a sikerünkhöz. Szeretném megköszönni a szurkolóknak a támogatását egész évben. Nélkülük lehet, hogy most nem lennénk ilyen boldogok és felüdültek, szóval köszönjük még egyszer. A hazaiak edzője annak örült, hogy a tét nélküliség ellenére is motiváltak voltak a nyíregyházi játékosok a szezon utolsó meccsén. Pszichésen az ilyen meccsekre azért nehezebb készülni, de hozzá kell tenni, hogy az Zalaegerszeg is motivált volt és győzni akart, és szerintem emiatt kerekedett egy olyan meccs, ami azért annak ellenére, hogy nem volt tétje, egész jó volt. Itt a végén úgy érzem, hogy jól kihasználtuk az Zalaegerszeg hibáit, és az elolt labdából le tudtuk őket kontrázni, és ez döntött a végén, és Mátéhoz hasonlóan is szeretném megköszönni a szurkolóknak nem csak a mai mérkőzés, hanem tényleg az egész évet, és remélem, hogy rászolgáltunk a bizalmukra. A vendégek edzője a vereség ellenére is elégedett volt a fiatal zalaegerszegi játékosok teljesítményével. Mindkét csapat már korábban elérte, hogy bennmaradjon, ettől függetlenül győzelemre játszottak a felek. Az amerikai játékosaink többségében nem léptek pályára, itt több lehetőséget kaptak a fiatalok. Boldog vagyok, mert jól teljesítettek. Sok sikert a Nyíregyházának a következő szezonra. Az Alsóház másik meccsén az atomerőmérse 90-81-re nyert Pécsen. A Nyíregyháza végül a 11., a Zalaegerszeg pedig a 12. helyen zárta a bajnokságot. A bennmaradásról a két győzelemig tartó atomerőmérse Pécs párharc dönt majd. Több korosztályos csapatot is versenyeztet az Aquaese. A tervek szerint ősztől a felnőtt OB2-ben is indít csapatot az egyesület. Úgy gondolom, hogy az Aquasport Egyesület még azon is túl tekint, mint amit korábban tervezett. A 18 évünk mögött most már láthatjuk, hogy egy új úszoda van a háttérben, megfelelő körülmények között tudunk edzeni, sok gyerekkel a kezünk alatt, megfelelő szakemberek segítségével. A vízilabda egy nagyon népszerű sportág Magyarországon, mennyire népszerű Nyíregyházán és a régióban? Nyíregyházán új lökést adott nekünk ez az új létesítmény, ami azt jelenti, hogy a toborzásunk sokkal könnyebbé vált azzal, hogy benn vagyunk a városközpontban, sokkal több gyerek és szülő talál még minket, és ezáltal sokkal nagyobb bázisból tudunk meríteni olyan tehetséges gyerekeket, akik úszástudással rendelkeznek és a vízilabdát választják, hogy túlmenően, hogyha azt nézzük, hogy az úszás oktatással is foglalkozunk, és onnan építjük fel a rendszert a nulláról. A példaképek közöttünk program keretében nagyon sok világbajnok, Európa-bajnok, olimpiai érmes ellátogatott a gyerekekhez. Volt már ebben az úszodában OB1-es férfi és női mérkőzés is. Ezeknek látszik a hatása? Az utolsó mérkőzés az az Újpest-Eger női országos bajnoki forduló volt, amit itt szerveztek olimpiai bronzérmesekkel Tokiót követően, és nagyon jó hatással volt a lányokra, lánycsapatunkra, akik közül most kiemelném Potol Petrát, aki korosztályos U15-ös válogatott kerettag lett. Most az Eger színeiben is játszik kettős igazolással, de visszatérve az alapokhoz,
igen, sok gyerek van, és azt a lehetőséget, amit a Példaképek közelről programmal mi szervezünk, idén nyáron is folytatólagosan, pozitív hatással van arra, hogy olyan emberekkel, sportolókkal, példákkal találkozzanak a gyerekek, akik a hétköznapokban tényleg csak pozitív irányba viszik őket. Az OB1-es meccseken teltház volt a lelátó, valószínűleg teltház lenne, ha egy nyíregyházi OB1-es csapat játszana itt meccseket. Mikorra lehet ennek reális esélye? Jó kérdés, köszönjük szépen! Az IFI bajnokságot befejezően mi utánpótlás nevelésben gondolkodva nem terveztük, hogy most felnőtt csapatot indítunk, de egy pár perccel ezelőtt kiöregedett IFI játékosok nyíregyháziként említették és kérték a segítségemet abban, hogy OB2-es csapatot szervezzünk, és jövő szeptembertől indítsuk el. Most ennek a szervezése, ennek apropóján elkezdődött. Reméljük, hogy a nyíregyházi tehetségekből, akik már kinőtték ezt az ifjúsági korosztályt, lesz rá lehetőségünk OB2-ben indítani ebbe a sportuszadában, az Akva Sportegyesületen keresztül csapatot. A szövetség tud segíteni valamiben, partner abban, hogy felnőtt csapat is legyen nyíregyházán, bár mondtad, hogy még nagyon friss ez az elképzelés. OB2-es csapat indításában tulajdonképpen annyit tud segíteni, mint minden olyan látványsportban, hogy a társasági adóval támogatnak minket a vállalkozók, és a mi programunkat ezáltal jóváhagyva be tudjuk tenni a programba ezt a csapatot is. Még tartanak a fordulók, de aztán hamarosan itt a nyár, ugye a vízilabda nyitott medencében is egy látványos sportág. Mit terveztek nyára? Toborzás terén, tornák terén, esetleg strandvízilabda torna jöhet a nyíregyházára? Strandvízilabda torna most nem lesz, mert a Covid miatt két év alatt teljesen lemorzsolódott ez a történet Magyarországon sajnos. Toborzásunk lesz, egybekötve a nyári táborral, 5 nyári túrusunk lesz kint Sóstón, amit az Akva Sportegyesület fog szervezni a saját edzővel, kollégáival együtt, és onnan fogunk majd meríteni olyan új tehetségeket, akik majd szeptembertől a rendszerükben majd részt vehetnek. Oda is szervezzük majd a Példaképek közelről programot, legalább egy összön, akkor 2 alkalommal, és tulajdonképpen a nyár már el is ment. Mellette bébi bajnokságot folytatunk torna jelleggel, oda már beneveztünk egy bajnokságban, majd augusztusban szeretnék Szentesre menni tornára, és szeptemberben, ahogy kezdődik majd az alapozás követően a bajnokság, még egy tornát majd az egyik korosztályunknak még majd szervezünk. És lesz még nyáron egy világbajnokság Magyarországon, Budapesten, vidéki városokban is, többek között Debrecenben is lesznek mérkőzések, ott lesznek az akves és fiatalok a lelátón. Mindenféleképpen szervezzük, hogy a gyerekek eljussanak a közeli nagyvárosba, Debrecenbe, ahol láthatják majd a ottani válogatott játékosokat, akik hazájukat képviselik. Emellett nem titok, hogy azon is dolgozunk, hogy az Akva esélyén keresztül lejöjjön most olyan válogatott csapat bemutató edzésre, akik Debrecenbe csoportmérkőzést fognak játszani, és ezáltal is közelebb hoznánk azt a magas színvonalú vízilabdát, amit ugye kiéhezve, de egy nyíregyházán méltó körülmények között megtekinthetnek majd a városlakók. Kültéri kézilabdapályát adtak át Újfehértón. A cél az, hogy a városban elinduljon az utánpótlás nevelés. TAO-s pályázatokból kerülnek meg valósításra, úgynevezett iskola program keretén belül, ahol az elhasználódott pályáknak az újra helyreállítása és új pályák létesítése az alapvető cél. Elsősorban miután iskolákhoz kötődnek, nyilvánvaló a fiatalok, a gyerekeknek a sportolással és ezen belül a kézilabdának a megszerettetése a fő cél. Ezt támogatta itt is Magyar Kézilabda Szövetség közel 60 millió forinttal ezt a kültéri pályát. Nyilvánvalóan a gyerekek ezt örömmel fogják igénybe venni, és mondhatnánk azt, hogy a Kézilabda Szövetség részéről, a helyi szövetség részéről is nagy öröm számunkra, hogy a 30 pályázó között Újfehértó városa is megnyerte ezt a pályázatot, hogy itt ilyen szép kültéri pálya jöhetett létre, illetve valósulhatott meg. A későbbiek során mindig a pályázatoktól függ, hogy hol, milyen iskolaprogram keretén belül még fognak megvalósulni, ez folyamatosan megy, folyamatosan támogatja a Kézilabda Szövetség is, és természetesen a kormány is ezeket a fejlesztéseket. Polgármester, egy újabb sportberuházási Újfehértón, ezúttal egy kézilabdapálya, mi is az előtörténete ennek a beruházásnak, illetve kik számára épült? 2020 elején jelent meg egy pályázati felhívás,
meghívás a Kézilabda Szövetség honlapján, amelyben jött egy ilyen lehetőség, hogy kültéri kézilabdapálya építése. Mi erre lecsaptunk, hiszen én nagyon fontosnak tartom azt, hogy minél több lehetőséget adjunk a helyben élő fiataloknak arra, hogy sportolhassanak. Ezzel párhuzamosan szinte egy időben zajlik egy futballpálya építés is a városban. Megkészült a Honvédelmi Sportközpont tavaly decemberben, és ez a következő lépcső, ez a kültéri kézilabdapálya. Újfejéton régen nagy hagyománya volt a kézilabdának, az utóbbi évtizedekben sajnos ez megkopott, viszont egy nagyon gyümölcsöző és sikeres együttműködésünk van a Kálló-Seméni Kézilabda Egyesülettel, akik ebben az évben megkezdték a helyi iskolákban a gyerekek számára a kézilabdoktatást, ebből fogunk majd látni egy kis ízelítőt is. Bízom benne, hogy ez a pálya is ki lesz használva, és Újfejéton újra a régi kézilabdás fényében fog tündökölni. Országos program részeként itt Újfejértón is megépült ez a kézilabdapálya. Miért is fontosak ezek a beruházások az utánpótlás nevelés szempontjából? Én azt gondolom, hogy a gyerekeknek példát kell mutatni, és sportoltatni kell őket, úgyhogy mindenféleképpen érdemes nem csak beltéri sportpályákat létrehozni, hanem kültéri sportpályákat létrehozni, egy gyerekes sportoljanak, szabad levegőn vannak, gyakorlatok is, és emellett magasabb szintre is fihetik majd a sportvágban. A felnőtt kézilabdában nagyon sűrű lett a nemzetközi mezőn. Hogy látod, az utánpótlás képzésnek milyen irányba kell elmennie, hogy újra ott legyünk mi is ezen a top listán? Megítélésem szerint vannak tehetséges gyerekek, fiúk, lányok szintjén egyaránt. Magyar játékosokról beszélünk, magyar gyerekekről beszélünk, és ezeket az értékeket őriznek kell, csiszolni kell őket, hogy hosszú távon a magyar felnőtt válogatottnak mind női, mind férfi szinten ezek a fiatalok már részesei legyenek. A jövő hétvégén a csapatbajnokság elődöntőjével elkezdődik az atlétikai szabadtéri szezon. A nyíregyházi dobók közül többen is aranyesélyesként lépnek majd dobókörre Miskolcon. A jövő héten kezdünk a csapatbajnoksággal. Vége van már a kemény alapozásnak, most próbáljuk a megszerzett erőt átvinni a dobásba. Majd jövő héten lesz egy felmérő, hogy hol állunk. Élversenyzőnek számít itt a Nyíregyházi Sportcentrumnál a dobókat, illetve Szikszai Róbert, Tóth Balázs, hogy bár nem itt készül Kerekes Dóra, velük szemben milyen elvárást támasztottál erre az idényre? A legnagyobb elvárás Szikszai Róberttől várjuk, ugye neki már szintje van a világbajnokságra, illetve az Európa bajnokságra. Az, hogy hová fogják vinni, az dönti el, hogy milyen állapotban vagyunk. A lányomnak, Dórikának az EB a cél, most egész jó állapotban ő is, a hétvégén versenyez fog Veszprémbe, meglátjuk, hogy hol tartunk. Balázs az sajnos egy kicsit még messze van a nemzetközi mezőnytől. Az idén ugye már túl vagyunk a főversenyen, a Doba Európa kupán, ahol 8. helyezést ért el, és most a fő cél a magyar bajnokság. Az elmúlt évek ellentétben a csapatbajnokságon egyedül indul majd a Nyíregyházi Sportcentrum, csak úgy, mint a többi klub és egyesület. Mekkora részét teszi majd ki a csapatnak a dobószakág képviselete? Egyrészt ez jó is, nem is. Nagyon jó lehetőség a fiataloknak, akik be tudnak kapcsolódni már a felnőtt mezőnybe. Minden olyan fiatal versenyzőt, aki képes arra, hogy ott helyt álljon, indítani fogunk. Olyan egyharmadni a csapatunk az 50 fős indulásból, tehát a doboknak a létszáma. Ez azt jelenti egyébként, hogy nem csak a speciális számában indul majd egy versenyző, magyarul Szikszai Robi nem csak diszkoszot vet, vagy Tóth Balázs nem csak súlyt fog lökni? Szikszai Robert csak diszkoszvetésben fog indulni, de Tóth Balázs az fog súlyt lökni, diszkoszvetni és kalapáncsot is. Tehát mert úgy gondoljuk, hogy mind a három számban értékes pontokat tud szerezni. Lehet azt mondani, hogy picit rendhagyó volt az idei felkészülés, milyen munkát végeztél, hogy érzed magad? Jó állapotban vagyok, jól mennek az edzések. Azért most már 65-66 métert is dobtam edzésen. Megvan ugye az EB-VB szint, nem kell görcsölnünk azon, hogy a szintet minél hamarabb elérni, így nyugodtan lehet készülni egész évben. Milyenek a körülmények számodra itt az új atlétikai centrumban? Minden feltétel ott, konterem is, dobópálya is, regenerációs helység is van, úgyhogy tehát igazából tényleg nekünk innen sehova nem kell mennünk. Összeállt-e már a nyári versenynaptár, a világversenyeket említetted? Mi az, amit fő célként jelöltél meg? Az Európa-bajnokságot jelöltük meg versenynek augusztusban. Ott úgy gondolom, hogy 62-63 méteres dobással döntőbe lehet kerülni, ugye az lenne az első cél, aztán ott, ami sikerül. A VB-re én úgy tudom, hogy nem indulhatunk, a magyar csapat nem indulhat, mivel túl közel van az EB-hez. Ha mégis indulhatunk, akkor az mindenféleképpen egy
egy ilyen felkészülési verseny lenne. Azt szoktad mondani, hogy egy nagy dobás nagyon jó, de talán fontosabb az, hogy milyen átlagot tudsz dobni a versenyeken, hiszen abból ugorhat ki egy nagyobb dobás. Milyen átlagot lőttél be erre a szabadtéri szezonra? 64 méter körül átlag, szerintem azzal már mindenhol lehet az embernek keresni valója. Ha minden jól megy, akkor gyémántliga verseny is fogok tudni indulni, és több nagyobb nemzetközi versenyen is már meghívást kaptam. Mennyi most az egyéni csúcsod, és hova szeretnéd javítani idén? 66-93, ez hogyha idén javulna 67-50-re először. A fedett pálya ezt ugye Nyíregyházán a magyar bajnoki címmel zártad. Mi történt az azóta eltelt időszakban? Azóta nem voltak versenyek, nem vettem részt versenyeken. Egy felkészülési időszak végéhez közeledünk most már, amit majd a jövő héten megtartott csapatbajnoksággal fogok megtörni. Milyen munkát végeztél az elmúlt hetekben, és mi az, ami motivál ilyenkor? Főleg erőnléti munkákat végeztünk, ezekben nagyobb fejlődéseket vittem véghez. Úgy érzem, hogy ez a teljesítményemben is, a lökések nagyságában is meg fog majd mutatkozni. Mi az idei szabadtéri szezonra célkitűzésed? Melyik versenyt jelölted meg főversenyként, és centiméterekbe mennyit szeretni javulni, mit lőttél be? Méterre, 19 métert jelöltem ki magamnak igazából idénre, és úgy általánosságban. Nyilván, hogyha ezt sikerül hamarabb átlépni, akkor készülök a következőre, akkor egy újabb célkitűzés lesz. Júniusban lesz majd a felnőtt magyar bajnokság, az lesz most a főversenyem idén, arra készülök. Súlylökőként mind nagyon fiatalnak számítasz, azért hogy érzed, gyűlik már a rutin? Igen, úgy érzem, már elég sok tapasztalatot sikerült szereznem azért a versenyek során is az idő alatt. Ezt tudom kamatoztatni, úgy érzem. Az ötödik helyen zárta a bajnokságot az MB2 északkeleti csoportjában a nyírbátori ASE. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is mozgalmas nyár vár a nyírbátori pingpongozókra. Azt gondolom, hogy ezzel az ötödik helyen elégedettek lehetünk. Úgy reálisan a 3 és 5 között vártuk a csapatot. A játékos állományunk az körülbelül erre alkalmas volt. Időközben volt egy kiválás, a Szeles Balázs úgy néz ki, hogy egyelőre abba hagyja a játékot, és az ő mérkőzései hiányoztak ez a 3. helyhez. De azt gondolom, amit szerettünk volna elérni, azt meg tudtuk tenni, hiszen beépítettünk egy csapatba egy 17 éves srácot, a Máté Dávidot, aki azt gondolom, hogy a következő szezonban már meghatározó eredményekkel segítheti a nyírbátori klubot. A nyírbátori ASE alapvetően utánpótlás nevelő egyesület. Mennyit fejlődtek a fiatalok ezen a tavaszon? Én azt gondolom, hogy helyek közel mindenki hozta a formáját. Eltekintve Baracsi Máté, ő neki nagyon sok sérülése és betegsége volt, jelen pillanatban is betegség miatt nincs itt. Őtőle van egy kis hiányérzetem. A többiek azt gondolom, hogy mindenki fejlődött, szinte kivétel nélkül. Hát bízunk benne, hogy az elkövetkezendő versenyeken ezt be is tudjuk bizonyítani, és remélem, hogy a nyári felkészüléssel az őszi versenyszezonra már teljes értők emberek lesznek itt. A legmagasabban jegyzett versenyző tulajdonos Dorottya, ő milyen állapotban van, és milyen versenyek várnak rá nyáron? Ő egy hosszú sérülésen van túl. Nagyon reméljük, hogy most már végleg, mert idestova 2 éve küzd különböző sérüléssel. Talán most már kialakult úgy a testének a gerincoszlopa és a vádrendszere, hogy már most nem lesz krónikus sérülés tovább, és el tud kezdeni olyan teljes értékű edzésmunkát, ami az élsporthoz szükséges, mert hát valljuk be őszintén, ő sem végezte el azt a munkát, amit kellett volna, nem azért, mert nem akarta, hanem egész egyszerűen az egészségállapota nem tette lehetővé. Ezzel együtt minden valószínűség szerint nagyon nagy csoda kellene, hogy történjen ahhoz, hogy az IFLB-re ne vigyék ki, hiszen még most is a legjobb eredményeket éri el ilyen 50-60%-os edzésmunkával a magyar mezőnyben a korosztályában. A nyár mindig mozgalmas Nyírbátorban, most is így lesz-e? Igen, szeretnénk edzőtáborokat tartani, legalább 3-at, de hogyha van rá igény, akkor 4-et is. Erre Romániából, Szlovákiából várunk játékosokat.
az ifi válogatott is itt fog felkészülni egy helyi az ifi Európa bajnokságra, és aztán meglátjuk, hogy hogyan tudunk a jövőben még új gyerekeket behozni az rendszerbe. Szeretnénk meghirdetni egy nyári ismerkedő edzőtábort a kicsiknek, hogy nézzék meg akkor, amikor nem kell suliba menni, van szabadidő bőven, hogy egy hetet töltsenek itt azok a gyerekek, akik szeretnének megismerkedni a sportággal, és hogyha valakinek megtetszik, akkor az maradhat az őszi kezdésre. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!